Na sziasztok, én Alex vagyok, és ma videózni fogunk egy nagyon jó szerveren, a Schaff-szigeten, és itt lenne velem ma Ryan. Sziasztok! És ez egy normális sorozat lesz, live-okkal és videókkal, szóval igen, bocsánat, hogy nem volt egy sok, hát elég sok ideig videó, de nem értem rá, egész héten a szerverrel foglalkoztam, tanulnom is kellett normálisan, és ez nem kifogás, tényleg tanulnom kellett, meg a szervert csináltam. És gondoltam, ha már van szabad időm, akkor inkább a szervert csinálom, mint a YouTuber karrieremet. Szóval igen. Na mindegy, hát akkor a Schaff-sziget ugye az kész lett, aki nem tud róla, úgymond. Szóval lehet játszani, play.funhub.hu az IP cím, 1.8-tól fel lehet jönni 1.11-ig. Na, akkor kezdjük el ezt a menő Schaff-szigetet. Mit kell tudni róla, Ryan? A lényeg annyi, hogy ugye maga körülöttünk víz van, olyan mint egy skyblock, de viszont ugye körülöttünk maga víz van, ami sav. Ugye, hogyha belementek, akkor sebzettek, plusz nem mondom, milyen effektet kaptok. Émeigés és lassúságot kaptok, ugye émeigés 2-est és lassúság 2-est, úgyhogy nem értelmes belemenni. Igen, még egy titok itt, hogy van egy chest így a közepén, a fa közepén. Ugye, amit ki tudtok venni, hogy ez alaplál, ez amit a skyblockon meg ezeken. Csak annyi, hogy itt elrejtettük a fába, mert ugye három sziget közül tudtok választani. Na bakker. Szóval három közül tudtok választani, ugye az egyik az a Fun Hub. A Fun Hub eredeti, szóval amit mi építettünk. És ezzel játszunk most is. A másik meg ugye a másik kettő az meg ugye ami alapból benne van a játékban. Szóval eléggé menő. Na, szóval akkor az ezeket alap lerakjuk. Szóval, van nekem egy full armorom, viszont annyit elmondok még nektek még egy titkot, hogy legalul a sziget alján kb. Van még 4 chest, szóval azokhoz is el lehet menni, ha nagyon akartok. Na, kivilágítjuk. És kaptok egy tehenet is, csak az nekem meghalt. Csak ez meghalt, és az a neve, hogy vészhelyzeti kaja kérdőjellel. Ezzel viccesben, hogy vészhelyzeti kaja, és akkor így ránéz a boci, és akkor így ne egyél meg. Akkor a challenge-ek, tehát a perc szép parancsát tudjátok megnézni. Ugye üveggyártó az első, ami őszintén szerintem könnyű, nem? Most így őszintén. Szóval azt meg is csináljuk mindjárt. Mindig csinálok egy kebuszt a generátor szerintem. Azt szerintem még nem, mert bővítjük inkább. Aj, mondjuk de. Kéne már kéne szó. Igen. Na. Ezeket ide addig lerakom. Itt lesz a dolgaink. Ja, a menő dizájnt láttam egy csávótól amúgy, hogy a fa volt a ház, hallod? Nagyon menő nézett ki. A fa volt konkrétan a ház, szóval így belül készítették a fát, tudod? Igen. És akkor úgy hagyták a többi részét, szóval így a tetején, és akkor belül volt a ház. Oszkási. Ugye persze csemeték meg ezeket, gondolom ugye a piacról vettek, hogy akarnak ugye több fát, hogy valami, nem akarják az egészet szétbontani. Én most dobtam bele a vízbe. Mert mondjuk amúgy az egy elég menő dizájn lehetne, szóval azt szerintem elkoppintom tőlük, ha nem baj. Ott van benne a dolgok. Meg tudod csinálni, ugye itt már mondta, hogy nincs víz, jó? Na várjál, most te beleraktad? Igen. Ja. Hallod? Hú, bazd meg, este van komolyan, este van. Este, annyi a este van, hogy ennyi. Azt hittem én vagyok a hülye, esküszöm. Na, valahol elkezdek így elsőnöd. Csinálok magamnak csákányt. Szóval kéne nekünk, 24, ja 24 homok. Na, szóval kéne 8 darab. Kávőszton? Igen, kávőszton, na. 8-zal kávőszton kéne rájön. Az is belement, kösz. Wither PLS. Jó, hogy még azt sincs nála, nagyon jó. Jó, várja. Na, így. Két csöves szedi a követ. Két csöves szedi a követ. Az egyik csöves bemegy a lávába. Szép volt csöves. Ezt lassíts már vissza, hogy belök a lávába. Én most, én kiégtem majd, tehát jó?
Ó, Istenem, van nálad kő? Kő, 4. Na, szóval kezdjük itt kisütni a dolgokat. Na, szóval alakulnak itt a dolgok, szóval ezt meg kell igazából vágnunk. Na, közben lemegyünk amúgy a chestért, amit mondtunk, ugye. Köszönjük, álljon. De valami underground systemet kellett volna csinálni. Nem veszem ki, mutasson. Szóval... Jaj, várjál, itt most sem... Itt van, már mutatom. Szóval itt van az első chest. Ami van ugye, itt az első. Aztán itt a második. Szóval itt ni, és akkor itt a harmadik. Jó van. És itt a negyedik. Ha bele tudtam volna nézni, igen, itt van. Szóval a szettet te megkapod, mert te egy menőgyerek vagy, és neked még nincsen. És amit még érdemes itt megszerezni, azokat a fáklyákat ugye, mert hát mégis fáklya az jó dolog. Már itt van ingyen, akkor vigy egy ingyen. Nem lapott. Mindjárt kész lesz ez a jó dolog. Addig is cobblestone-t bányászunk. Na szóval akkor kész is van. Meg tudjuk csinálni az esős harangyot. Szóval 64 per C ugye. És akkor itt van, hogy üveggyártó. Elrányomtak és akkor kaptok elvileg minden. És akkor ezt legyen 100-szor csinálni. Akkorát csippant, hogy megint beszakadt a dobhártyám. Az igen. Szóval most már van mindegyik fából. Ugye inkább a régi fából kettő darab. Meg ugye egy darab, amit a chest beszereztünk. Na 64 cobblestone-t kell beszereznünk és azt leadni. És akkor meg is csináljuk ezt is, és akkor most már kettő challenge-ről megcsinálva, szóval most már van 4 bőr is. Ez az élet cél. Na. Szóval kell nekünk a... Mi kell nekünk? Szóval még kell 5 darab kezdő dolgot itt megcsinálni, szóval ebből megvan már csinálva kettő. Szóval akkor mi meg kell csinálnunk 5-öt. Akkor 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5-öt meg kell csinálnunk. Complete final, igen. 5-öt meg kell csinálnunk. Szóval építész, érd el a 10. szintet per SS level. 16-osok vagyunk, akkor azt is meg tudjuk csinálni. Ennek itt a challenge-ek sorba. Nem baj az. Na szóval akkor még 4-et kell megcsinálnunk, na. A következő az nehéz lesz. Az se baj. 64 dínyemag, 64 tökmag, és 64 búzamag. Jó, szerintem, és ez az ácsi menne vagy magbank, jó van, kéktem. Na, szóval, szerintem Ryan. Na. Hogy megcsináljuk a 64 dínyemagot, csináljunk egy üvegházat. Más ötletem nincs. It's okay. A papírkészítő az 21 darab papírlap, ami könnyű, ha van cukornád persze. És van itt még egy a cseszbe. Szóval... Olyan pici a sziget. Sziget, az mi a halál? Jó. Az kicent iszed, barátom. Jó nem. Szóval gyerekek, tudtok itt homokot venni, meg ugye itt van a üvegházhoz a dolgok, ugye itt el lehet olvasni, mi is az a üvegház, de ha néztek minket, akkor rájöttök majd, nem egy olyan komplikált dolog. Egy a probléma rájön, nagyon drága ez az üveg. 8 darab a 120 dollár, és van 320, szóval ha odaadnád te a pénzedet, akkor talán meg tudod. Ami nem fog összejönni. Mert? Why? Mert? It's my money. A homok az, igen, mert az 20 dollárral olcsóbb. Ja, hát igen, de mennyit tudsz venni 20 dollárban? Itt 20, nem. Itt úgy van, hogy 4 homokot veszel 50 dollárért. Ott meg 8 üveget veszel 120-ért. Szóval azért még is logikusabb lenne homokot venni, amit ki kell csak égetni. Vegyél azt. Jó. Vegyük meg az összeset. Ezt megint ki kell sütni. Mennyi cobblestone-od van? 9, amennyi te éves. Jó. Akkor tudok még egy kemencét csinálni. Jó, azt mondja, hogy akkor 6 darab ilyet kisutunk. Szóval meg kell üvegházat akarunk amúgy. Micsoda naplemente. Ja. De hülye vagyok üvegházon, meg... de idióta vagyok, bazd meg. Egy üvegház azért nem olyan egyszerű csinálni, hogy hát hopp. Iron kell hozzá, ugye? Kell vas, kell konkrétan egy hopper, szóval hopper kell, nem vas, érted? Hát, mi az?
Éj, ez bonyolult, amit hittem. Meg kell egy konkrétan egy trópusi fa. Benne van. Van elvileg a chestbe. De szó szerint darabok alatt. De akkor izé levél is kell. Éj, akkor benne kell kineveszteni a fát. Éj. Szóval egy nagy üvegház kell, hogy legyen. Éj. Ja, majd fát kinek íjódik. Ez drága lesz. Ez nagyon drága lesz. Egy kicsit. Ez nagyon drága lesz. Na jó gyerekek, ezt nem gondoltuk át. Akkor maradjunk inkább a eredeti dolgoknál. Szóval... ezt... csak egy kapát először is. Jó. És akkor konkrétan én csak elültetek ide egy tök magot. Dínya van? Van hát, valahol itt van. Oh my god! Szép pont. Oh, szédülök. Ne. Nem láttam, hogy jól megyek, Alex. Hallod te? Hallod, fél szívem van. Jó van, szép volt. Nem tudok belenyúlni a csezemet. Oh. Na szóval ennyi lett volna ez a videó, majd a következőben fogunk találkozni, szóval ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel! Na, sziasztok! Sziasztok! So don't let them steal your light. Don't let them break your stride.